Jó, nagyon köszönöm a lehetőséget és a felkérést az előadásra, és sajnálom, hogy nem tudok személyesen jelen lenni, de ahogy Kati mondta, valóban itt talán az elmúlt másfél év tapasztalata már eléggé hozzászoktatott minket ehhez a helyzethez, és ilyen módon ez önmagában már az is siker, hogy egy ilyen hibrid módon meg tud valósulni ez az esemény. És különösen örülök neki, mert így azért az előadásra készülve visszaemlékeztem egy picit a korábbi évek, jó sok évvel ezelőtti időszaknak a kábítószer ellenes világnap alkalmából történt előadásaira vagy rendezvényeire, és azért az is eszembe jutott, hogy tulajdonképp az a tematika is, bár nagyon más kontextusban, de hogy egyáltalán viselkedési addikcióknak a kérdéskör, az közel majdnem, hogy 20 évvel ezelőtt is már tematikája tudott lenni a hasonló rendezvénynek akkoriban a 2000-es évek elején, ami azért azt is jelzi, hogy ez a terület nagyon hamar vagy egy nagyon korai fázisában jelen volt már Magyarországon a szakmai is, meg egyáltalán annál tágabb diskurzusban is. Az előadásban arra térnék ki a felkérdéses összhangban, hogy mi módon változtattak a függőségekről való gondolkodásunkon a viselkedési függőségek megjelenései, illetve hát fordítva is természetesen egyáltalán a kémiai szerekkel kapcsolatos addikciók azok hogyan befolyásolták a különböző viselkedési addikcióként számon tartott jelenségeknek az értelmezését. Hogyha az addikciós zavarokról gondolkozunk kicsit történetileg visszatekintve, akkor jól tudjuk, hogy ezek ugye alapvetően hagyományosan a pszichoaktív szerekhez kapcsolódtak, és így módon jelentek meg a korábbi diagnosztikus rendszerekben is, ugye a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos zavarokként, és itt az egyes szerek külön-külön kerültek tárgyalásra, és egészen a BNO-10-ig, gyakorlatilag 2019-ig, sőt, hivatalosan még most is, már most már az új is a kezünkben van, illetve a DSM-4-ig bezárólag, alapvetően olyan fogalmak jelentek itt meg, mint a dependencia, abúzus, ami egyértelműen ugye a szerrel való kapcsolatra valamilyen szertől való függés, vagy azzal kapcsolatos visszaélésre utalt. Ami annyiból fontos, hogy nyilvánvalóan a központban ilyen módon a kémiai anyag állt, ugyanígy a további ilyen kulcsfogalmak, az intoxikáció, a detoxikáció is mindenképpen a szerre, vagy valamilyen méregre, és az annak a hatására, illetve az attól való megszabadulásra utal. Tehát, hogy mindenképp a kémiai szer és a szervezet kölcsönhatása az, ami ebben a koncepcióban ugye hangsúlyt kapott, akár hogyha a hatásmechanizmusok megértése gondolunk, tehát bekerül az anyag a szervezetbe, eljut az agyba, és ott valamilyen hatást kifejt, de akkor is, hogyha a terápiára gondolunk, tehát ennek az anyagnak a semlegesítése, vagy az ettől való méregtelenítés, vagy akár a prevenció, az ellenállni a szernek kérdéskörében. Nem térnék ki az egyes értelmezési modellekre, Péter az előadásában érintette is ezeket, és ugye elhangzott az is, hogy valóban a leghangsúlyosabb modell ma, és ez a ma azért a megelőző évtizedekre is már egyértelműen igaz, nyilván azzal együtt, hogy más modellek is jelen vannak, az az agyi zavar modell, ami valamilyen módon a szer és a központi idegrendszer kapcsolatát helyezi az érdeklődésnek a középpontjába, akár olyan módon, hogy a központi idegrendszerrel kölcsönhatásban lévő szer mi módon változtatja meg annak a működését, akár olyan módon, hogy a központi idegrendszernek milyen olyan előzetes jellemzői, eltérései, diszfunkciói vannak, amelyek
akár predisponáló tényezőként jelenhetnek meg a függőség kialakulásával kapcsolatosan. Nyilván ezt árnyalják az egyéb modellek, de valóban ez talán az, ami hangsúlyos ma. Hogy mi módon tágult, vagy terjedt ki aztán ez a függőség koncepció, ez tulajdonképpen tényleg egy érdekes folyamat. Ez nem, tehát ez viszonylag régen kezdődött el, és talán több fázisban, vagy több hullámban zajlott. Ugye a viselkedési addikciók közül ugye elsősor, vagy elsőként talán a szerencsejáték használat az, ami ilyen módon bekerült a gondolkodásba, és ami bekerült a diagnosztikus kézikönyvekbe is, DSM-3-ba először. Érdekes módon, vagy nem érdekes módon, de minden esetre hangsúlyosan nem a függőségek közé, pontosan azért, mert a függőségeknek ez a szerfókuszú konceptualizálása, ez gyakorlatilag lehetetlenné tette, hanem impulzus kontrollzavarként. Ugyanakkor megjelent benne ugye az elnevezésben a problémás szerencsejáték használat, vagy a patológiás szerencsejáték használat, azzal együtt, hogy a patológiásat nem szeretjük, mégiscsak ebben a megfogalmazásban benne volt, hogy problémás, vagy patológiás szerencsejátékról beszélünk, az is, hogy létezik nem problémás, vagy nem patológiás szerencsejáték is. Ugye a szerencsejáték függőség a magyar nyelvben megjelent, de azért a nemzetközi irodalomban nem igazán honosodott, vagy nem nagyon jelent meg ez a gambling dependence. Ugyanakkor a fejlődés jól mutatja, vagy a változást az, és itt megint talán pont ez a kölcsönhatás izgalmas a két terület között, hogy a gambling disorder lett az, tehát a szerencsejáték használati viselkedés, a szerencsejáték viselkedésnek a zavara lett az az új megfogalmazás, ami jól le tudja írni azt, hogy ne a függőség szót használjuk, és ugye ez az, ami utána tovább terjedt, hogy nyilván ebben a kölcsönhatásban megint az, hogy ma már, hogyha a BNO 11-re vagy a DSM-5-re gondolunk, akkor ott a szerhasználattal kapcsolatosan sem függőségről beszélünk már, és a buzusról sem beszélünk már, hanem az adott szer használatának a zavaráról beszélünk, ami viszont ilyen módon pont a szerhasználatban is megjeleníti tulajdonképpen azt a jelenséget, hogy itt az adott szer használata is lehet akár problémamentes, hogy megjelenhet tehát a nem megzavart használati forma. Egyébként megjelenik benne egyáltalán az a fajta folyamatosság is, hogy a új diagnosztikus rendszerben, ami enyhe, közepes mértékű súlyos használati zavarról szól. A szerencsejáték mellett viszonylag korán addikcióként lettek meghatározva, nem formálisan, és legtöbb ilyen jelenség nem is került be egyáltalán semmilyen formában a diagnosztikus rendszerekben, de akár a szakmai diskurzusban, akár attól függetlenül is addikcióként utalunk olyan jelenségekre, mint a vásárlási függőség, vagy a szex függőség, vagy munka függőség, és ilyen módon tágították ezt a függőségi koncepciót. Tehát ott lebegtek tulajdonképp már a nagyon korai fázisban, mint olyan lehetséges függőségek, amiket tehát valamiért függőségnek hívunk, holott nincs jelen kémiai szer. És ami azért igazából mégis lökést adott talán az elmúlt két-két és fél évtizedben a viselkedési addikciók, mint terület fejlődésének, vagy egyáltalán ilyen módon az addiktológia nyitásának a viselkedési addikciók felé, az nagyon nagy mértékben az a technológiai fejlődés volt, ami specifikusan ehhez kötődően jelenített meg új problémákat. Első körben ugye az internet használat, internetfüggőségek, problémás internet használat tematikájában, majd ennek a specifikus formái, mint a videójáték, közösségi média, újabban a telefon, vagy mobiltelefon, vagy okostelefon függőség kérdésköre, és tágult ez
tovább aztán még tulajdonképp azzal, hogy kinyílt ez az ajtó, gyakorlatilag mindenféle hétköznapi magatartásokkal kapcsolatosan picit elszabadult ez a függőség fogalom, és tényleg már a horgászás függőségtől, a nem tudom, bár hírfüggőség és minden furcsaság megjelent a közbeszédben is, de helyek közel időnként a szakirodalomban is. Olyanok, amelyek reálisabban felvethetők, meg olyanok, amik kevésbé reálisan, és olyanok, amik talán teljes félreértést is, félreértésként is értelmezhetők, tehát például én a szerelem függőségben pont a napokban jelent meg szerelem függőség kérdőívről egy cikk, ami szerintem egy elég pont ez a jól jelzi ennek az át nem gondolt túltágítása a függőség koncepciónak. Ugye nyilvánvalóan a szerelem egyfajta függőség, de hogy nyilvánvalóan nem betegségről beszélünk az esetében, már pedig a függőségnek ugye a klinikai ilyen értelemben betegség koncepciója az azért valamiféle ártalmasságot feltételez, ami nem mondom, hogy nem jelenhet meg a szerelemben, de arra vannak más diagnosztikus kategóriák, és egyrészt, másrészt pedig a jelenség maga nem a függőséget jelenti. Tehát, hogy azzal együtt, hogy nagyon sokat hozott ez a nyitás, nagyon sok tekintetben figyelemmel is kell lennünk arra, hogy meddig szabadul el ez a viselkedési addikció koncepció, akár a hétköznapi magatartások, de akár a technológiai addikciók esetében is néha ez túlmegy. A telefonnal kapcsolatosan nyilvánvalóan függünk a mobiltelefonunktól, de ennek a függőségnek ugye van egy olyan vonatkozás, ami gyakorlatilag ugyanolyan, mint függünk az autónktól, vagy függünk a ruhánktól, vagy nagyon sok olyan hétköznapi tevékenységtől, vagy dologtól, ami a modern világban az életünk részét képezi, de ez nem feltétlenül jelent patológiát, tehát hogy fontos lenne ezekkel árnyalatban foglalkozni. Ezt lényegében említettem tényleg csak nagyon röviden utalva rá, tehát a nagy változás itt a 2013-as DSM-5 és aztán a 2019 májusában megjelenő BNO-11-ben történt annyiban, hogy tényleg megtörtént az a hivatalos nyitás is, hogy a pszichoaktív szerhasználat mellett az addikció csoportban, amit ugye nem ahol nem dependenciáról beszélünk, hanem addiktív, vagy pszichoaktív szerhasználat és egyéb addiktív zavarok név alatt megjelent a szerencsejáték használati zavar a DSM-ben és a BNO-ban szinte a szerencsejáték, illetve ott már a videójáték használat is. Tehát kinyílt ez a ajtó formálisan is. Nagyon sok minden más ugye egyrészt nincs jelen azokból a jelenségekből, amelyeket viselkedési addikciónak tekintünk, vagy nem tekintünk feltétlenül, de azért fölmerült, tehát itt vegyesen olyanokat írtam, amikről nagyobb szakmai konszenzus van, de olyanokat is, amikről nincsen konszenzus, de hogy ezeknek a zavaroknak egy része, és ez jól jellemzi a helyzetet, ma is ugye vagy nagyobb részt, vagy valamilyen más diagnosztikus alkategóriában van a DSM-ben, akár a kényszeres zavarok, vagy az impulzuskontroll zavarok, vagy a parafiliás zavarok között, vagy nincs jelen, mint a technológiai függőségeknek egy jelentős része ilyen, de a munkafüggőség is ilyen, és még sok minden más, amikről egyébként nincs is konszenzus, hogy kéne szerepeljen a DSM-ben. Akkor néhány gondolat, hogy mit is eredményezett mindez a nyitás. Egyáltalán milyen módon hatott a már meglévő addikció koncepció, vagy meglévő addikció koncepciók a viselkedési addikciókra. Nyilvánvalóan a legkorábbi időtől, és innen vannak az elnevezési hasonlóság, workaholic, shopaholic, és folytathatnánk a sort, az a fenomenológiai hasonlóságon alapult, tehát a legkorábbi pillanatokban, vagy ezeknek a jelenségeknek a leírásában megjelenik
az, hogy valami nagyon hasonló van, mint amit a nagyon hasonló jelenségek történnek a tüneti szinten, mint az alkoholizmus esetében. Ez aztán áthatott a mérési irányokra, tehát nagyon sokszor a kérdőívek akár csak úgy készültek, és a diagnosztikus, javasolt diagnosztikus kritériumrendszerek is sokszor úgy készültek, hogy gyakorlatilag az alkohol szó lett kicserélve az adott viselkedési függőségre. Annak minden előnyével és hátrányával együtt, ugye, mert ezek bizonyos tekintetben azért olyan prekoncepciók voltak, amik nem minden esetben igazolódtak be, bár nyilván sok tekintetben igen. És hát a kutatások azt mutatták, amire Péter is utalt az előadásában, hogy egyre inkább tetten érhetőek azok a megegyező vagy nagyon hasonló mechanizmusok, akár a pszichológiai működésben, de akár a központi idegrendszer működésében, vagy akár a genetikai háttértényezőkben, amelyek a különböző pszichoaktív szerrel kapcsolatos és nem pszichoaktív szerekkel kapcsolatos addikciók esetében a hátteret adják. És nyilván ezek az eredmények, ezek kihatnak arra a terápiás és prevenciós törekvésekre is olyan módon, hogy nagyon sok minden próbál meg transformálni, vagy átvinni a kémiai szerekkel kapcsolatos tapasztalatokba, viselkedési függőségre. Nyilván ennek egyrészt van egy olyan haszna, és valóban ezek sokszor átvihető eredmények valamilyen részben, de nagyon fontos azt is látni, hogy azért vannak nagyon nagy különbségek a pszichoaktív szerekkel és a nem pszichoaktív szerekkel kapcsolatos addikciók között, sőt a viselkedési addikciók is maguk nagyon heterogén jelenségek, és ilyen módon egymástól is, illetve a kémiai szerekkel kapcsolatos függőségektől is mutatnak jelentős eltéréseket. Másik következmény, vagy egy további ilyen hatás és egyben korlát vagy veszély is, amire talán utaltam már röviden, hogy a hétköznapi viselkedéseknek a patológizálása vagy túlpatológizálása is megjelenhet, ami nem egy szerencsés dolog. Nyilván itt mindig nehéz megtalálni a határt abban, hogy felhívjuk a figyelmet valamilyen jelenségre egyrészről, de ne kezdjünk el patologizálni viselkedéseket. Ugye tulajdonképpen a videójátékok diagnosztikus rendszerbe kerülése, nem kerülése körüli vita, és az egyik szála ez volt, ugye a diagnosztikus rendszerbe kerülés ellen érvelők azt hozták föl egyik érvként, hogy itt egy hétköznapi viselkedést, ami egy alapvető és széles körben végzett rekreációs tevékenység ezt patologizál tulajdonképp az, hogy bekerül a diagnosztikus rendszerbe. És hát egy további kérdés, erre mindjárt visszatérek röviden, az absztinencia kérdése, amiről Jóska is beszélt az előadásában a felépülés kapcsán, hogy ugye itt a felépülés kérdésében még élesebben megjelennek talán azok a kérdések, amik már itt az említett alkoholos, alkoholhasználata kapcsolatos példákban is, hogy akkor mi is lehet a reális cél, hiszen nagyon sok olyan addikció van, ahol nem kívánatos, vagy nem is elérhető az absztinencia, akár hogyha szexualitással kapcsolatos addiktív viselkedésre gondolunk, de akár hogyha technológiai függőségeknél az internet nem igazán egy nélkülözhető eszköz ma már a számunkra. És végül nem sikerült a címet valahogy végigírnom, de hogy a tanulságok a kémiai addikciók számára lenne itt a cím.
És hát nyilván egy picit általánosabban is azért gondolva a tanulságokra. Az egyik az tényleg, amit említettem, a függőség koncepciónak a tágulása, és ami a hétköznapi, de a szakmai használatban is megjelent, és azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, amire oda kell figyelnünk, hogy a függőség koncepciónak, vagy a függőség szóhasználatának van egy hétköznapi értelme, ami teljesen rendben van, de hogy amikor klinikai vonatkozásban, betegség vonatkozásban használjuk, akkor tényleg fontos, hogy olyan jelenségre használjuk, ahol valóban azt gondoljuk, hogy reálisan, ténylegesen, most nem azt mondom, hogy a diagnosztikus rendszerben megjelenő, ma már megjelenő módon, de valóban fölmerül az, hogy tényleg egy betegségről, egy ártalmas magatartásról, egy potenciálisan ártalmas magatartásról beszélünk. Ha nem, akkor szerencsésebb valóban ezeket a puhább problémaviselkedés, vagy valamilyen más elnevezést használni, és elkerülni itt a formahasználat körüli zavart. Ugye egy másik nagyon fontos tanulság, hogy ami megjelenik ma már a diagnosztikus rendszerek elnevezésében is, elnevezésekben is, ahogy utalt, vagy beszéltünk róla, hogy egyértelművé vált, vagy megvilágossá vált, hogy az egyes viselkedések, és ilyen értelemben akár a pszichoaktív szerhasználati viselkedéseknek is bizonyos mértéke, bizonyos formája az elvárható, normális, idézőjelben nem tudjuk pontosan mi az a normális, de hogy minden esetre elfogadható, vagy akár elvárt viselkedés is, tehát nem arról van szó, hogy a függőség egyrészt egy mindent vagy semmi típusú dolog, és nem arról van szó, hogy az adott viselkedés, vagy az adott szer használták a megjelenése, az mindenképpen és szükségszerűen ártalmas. Ugye, hogy szó volt róla, a addikcióknak a pszichoaktív szerhasználatra való szűkítése, az legnagyobb problémát talán abban jelentette, hogy a pszichoaktív szer maga kerül nagyon a fókuszba. Ki nyom a képből minden mást, ugye ezt bizonyos drug set and settingből, bár ugye nyilván ez a kémiai szerekkel kapcsolatos koncepcióban jelent meg Bergnél, de ezzel együtt ugye mégiscsak arról van itt szó, hogy hajlamos a kémiai szer kitakarni minden mást, kitakarni a személyiségnek, az ember viselkedését meghatározó minden más tényezőnek, és akár a környezeti tényezőknek a szerepét a függőség kialakulásában. Azzal, hogy a viselkedési addikcióknál nincs jelen ez a szer, illetve hát a szer maga, a szervezet által kerül termelésre, nyilván maga a központi idegrendszeri folyamat az nagyon hasonló, de nem egy exogén szer beviteléről van szó. Ez talán hangsúlyosabbá, vagy világosabbá teszi az egyéb tényezőknek a szerepét, és föl tudja hívni a figyelmet arra, hogy ezek egymással kölcsönhatásban hatnak, és hogy a maga a szellem fontos. Ugye ez miért fontos? Azért, mert nyilván ennek egy alapvető hatása lehet akár a prevenciós üzenetekre, akár a látomcsökkentésre, és egyáltalán az adott viselkedésnek, vagy az adott probléma viselkedésnek a megoldási, vagy azzal kapcsolatos megoldási lehetőségeknek a végiggondolására. Ugyanígy egy fontos tanulság, amit említettünk, az abstinencia kérdése, tehát megint csak rávilágít viselkedési addikciók vizsgálata, vagy értelmezése, hogy nem csak az abstinencia lehet az egyetlen lehetséges, sőt, sokszor az nem is lehet az elvárható vagy szükséges kimenet a probléma kezelésben. És talán, ami még megemlíthető itt, hogy a nem orvosi szakmák felé való nyitás egyáltalán azáltal, hogy a betegség, vagy hogy ez a
valamennyire ez a betegség koncepciója lazább lesz, vagy lazább lett az addiktológiai jelenség tágabb körének, tehát hogy ezáltal történik egyfajta nyitás, hogy hozzájárulhatott ez a nem orvosi szakmák felé való nyitásban is az addiktológiában. De ennyit szerettem volna röviden, foglalóan, és köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, és a meghívást az előadásra. Köszönöm.